Magyar futballkapusa Serie A-ban jelenleg 7. helyen álló Sampdoria felnőtt keretében. A 17 éves Hut Wagner Gergely a Verona és a Torino ellen is meccskeretben volt a padon. Tavaly a Samp U17-eseinél védett, már tavasszal bekerült egyszer a felnőttbe. Gergőt kapcsoljuk Genovában. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Gergő, ugye bő másfél éve vártad a Manchester United hívását próbajáték után. Genovában nincs idő ilyesmiken tépelődni, mai szemmel jobb, hogy így történt, és ott vagy, ahol vagy? Természetesen jobban sült el az egész dolog, hogy ide jöttem ki Olaszországba. Most idén egyre többet vagyok a felnőtt csapattal, szinte az U19-en már nem is nagyon edzek. És most idén kétszer is benne voltam a felnőtt csapat keretében, Serie A-ban. A Milán ellen is ott voltam a stadionban, bemelegítettem, meg meghallgattam a taktikát, meg a csapattal voltam. Csak 24-en voltunk végül, és 23 fős lehet a keret, és így végül lelátóra mentem, de ugyanígy találkoztam a nagyobb játékosokkal a Milánból. Azért az nem semmi. Azt egyébként már próbáltad elképzelni, hogy milyen lenne, ha meccs közben Marco Giampaolo odaszólna, Gergely, melegíts. Igen, próbáltam elképzelni. Nem tudom, hogy ennek milyen vége lenne. Biztosan örülnék is, de azért nem kis nyomás lenne rajtam, az biztos. Őszintén nézve a dolgokat, mennyi esélyed van rá ebben a szezonban? Ebben a szezonban nem gondolom, hogy én pályára fogok lépni Serie A-ban, aztán persze bármi megtörténhet. Ebben a szezonban szerintem nem sok esély van rá, a következő egy-két évben gondolkodom, az úgy lenne a helyes. Tehát az lenne a fokozatos, lépcsőzetes fejlődés. Úgy mondhatjuk, igen. Na most egyébként Olaszországban nem példanélküli a nagyon fiatal kapus Donnarumma, vagy éppen mondjuk az udinei Simone Scufet esete azért ösztönzőleg hathat rád, ugye? Igen, persze. Úgyhogy főleg a Milánban van egy 99-es argentin kapus, ha jól tudom. Ő is a felnőtt csapattal edz, és azt hiszem már edzőmeccsen is védett a Milán felnőtt csapatában. Az 2000-es kapus. Az én korosztályom beli. A Milánnak a harmadik, negyedik számú kapusa, ott is egy 2001-es kapus. Na, szóval vannak példák. Egyébként, ha már ezt szóba hoztad, Serie A, és az, hogy most már a padra is oda kerülsz néha, kiket tartasz te jelenleg a Serie A legérdekesebb, legizgalmasabb kapusainak? Amikor ide kerültem Olaszországba, megismertem egy csomó új kapust, akikről régen nem hallottam. És mostában nekem nagyon tetszenek ezek a Karnézis, van ez a Berisha, persze Donnarumma is, és Buffon a kedvencem még mindig. És hát ugye ezek ők hárman, négyen. Hogyha összehasonlítod magad a Samp egyébként sérült hálóőr Viviano stílusával, akkor mik a különbségek? Hát elég sok különbség van, ő nagyon laza. Én kicsit merevebb vagyok, ő nagyon könnyen veszi ezeket a... Hát igazából ő egy nagyon-nagyon laza stílus, én meg nem vagyok olyan nagyon laza stílus. Én inkább merevebb vagyok, nem is tudom. Ő nagyon ellazult folyton. Na most ez egyébként cél, tehát te is szeretnéd, ha ez a lazaság több lenne benned, hogyha nem görcsölnél, vagy nem izgulnál annyit? Görcsölni nem görcsölök, de azért az edzéseken sem vagyok annyira, az edzéseken is inkább megyek ezresen, mint hogy úgymond így dődörögek. Mármint, hát nem tudom ezt kifejezni, de most Viviano, ő nagyon jó kapus, nagyon jó véd, viszont nekem azt tetszik benne, hogy teljesen el van az uga. Értelek. Milyen típusú kapusokat kedvelnek az olasz futballban? Mi a legfontosabb, melyek a legfontosabb tulajdonságok ott? Mit észleltél eddig? Mi az, amit ilyen szempontból figyelsz? Idáig még nem értem nagyon az a dolog, hogy lábbal is nagyon jónak kell lenni. Itt az első számú, legfontosabb dolog itt az, hogy védjél, jól védjél. Magas legyél fizikailag, technikailag, vetődéseket, hogy csinálod.
szépen vetődjél, itt a láb még nem annyira nagyon fontos. Jön meg ugye a beadások. A beadások lehúzása az is nagyon fontos. Na most, hogyha már ott vagy a felnőtt keretben, azt mondjad, hogy hogyan fogadtak a nagyok, az öregek, a nagy nevek ott a Szamnál? Itt, hát ugye megkezdtük ezt a második évet itt a Szamdóriában. Jól fogadtak, ugye a felkészülést már velük csináltam, és kezdek egyre jobban beilleszkedni oda is. Még nyilván az U19-ben több haverom van, meg ugye korosztályon beliekkel vagyok, de a felnőtt csapatban például vannak ilyen, hogy most érkezett ez a Zapata, ugye a Gaston, vagy éppen van a Quairella, hogy edzés után fogadunk, hogy szabadrugásokat lőnek, és akkor ki mennyit lő be, és akkor ilyenek vannak azért már, meg most már ugye az edzővel is kezdek beszélgetni, meg hát az is jó dolog, hogy már eleve visszaköszönnek, meg odajönnek, ezért fognak, meg rám mosolyognak, megkérdezik, hogy vagyok. Aztán együtt felmegyünk a pályára, kicsit dumálunk, tehát ez egyre jobban kezd kialakulni. Ez tavaly még például nem volt így. És hogy megy az olasz? Téged nem fognak sehonnan elküldeni azért, mert nem érted azt, amit az edző mond? Nem hiszem. Jól megy nagyon. Most szeretnék idén le is rakni egy ilyen középfokú olasz nyelvvizsgát, hogy legyen róla papírom, hogy ezt már tőlem nem veheti el senki. És igen, jól megy nagyon. Jó van, és hogyan élsz Genovában? Továbbra is vonatozgatsz, jut-e idő a tanulmányaidra? Nem vonatozgatok tovább az iskolába, tavaly azt abba hagytam, nem ment a kettő egyszerre. És főleg, hogy idén reggeli edzések vannak a felnőtt csapattal, így úgy lett megoldva az egész dolog, hogy otthon magántanulói státusz vagyok, és itt kint Skype-os órákat, Skype-os nyelvleckéket, Skype-os matek órákat veszek, és évente kétszer haza kell mennem vizsgázban. Most pont nyáron voltam otthon, egész jól sikerült. Jó, hát akkor felfoghatjuk, végül is most is gyakorolsz, ez is egy ilyen Skype-os óra jelen pillanatban, csak nem tart a hosszú ideig. A Szamdóriában képzeled el a jövődet több évre előre gondolva is? Jó lenne ez a közeg számodra? Úgy látod, hogy tényleg realitás az, hogy itt te eljussál és bevereked magad a kezdőcsapatba idővel? Nyilván nem 8 év múlva, de mondjuk 2-3 éven belül. Nekem tökéletes itt, igen. Nagyon jól érzem magam. Így, hogy a felnőttekkel tudok edzeni, oda kerülök a padra, így én tökéletesen érzem magam. Fejlődök, hozzászokok a felnőtt focihoz, tehát mindenféleképpen. Mennyire érzed magad most kész kapusnak? Mi az, amiben még előre kell lépned, különösképpen a különféle tulajdonságokat illetően? Késznek még nem mondanám magam. Erősödnöm kell, és hát minél többet kell játszanom a hétvégén, hogy legyen meccs rutinom. Meccsezésbe kell még több tapasztalat, egyébként edzésen nincs semmi gond. Hogy állunk a magyar válogatott tervekkel, korosztályos válogatott ambíciókkal, vágyakkal és tervekkel? Várok a lehetőségre, várok a bizonyítási lehetőségre. Amint oda kerülök, akkor azon leszek, hogy megmutassam, hogy mennyit fejlődtem itt egy év alatt. De mi az oka annak, hogy eddig azért annyira még nem hívtak? Szóval szerinted miért nem vagy a figyelem fókuszában? Azt nem mondanám, hogy nem vagyok a figyelem fókuszában, csak épp most másokat hívtak. Ezt ők tudják igazából, hogy kit mikor. Beszélek én a kapusedzőkkel a válogatottban, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ebben az évben biztosan fogok hazamenni egy válogatott összetartásra, szerintem. Értelek. Na most azért az, hogyha már a karrieredről beszéltünk, amit meglehetősen tudatosan tervezel, ha mondjuk téged holnap hazahívna egy NB1-es, egy magyar NB1-es élcsapat első számú kapusnak ennyi idősen, akkor eligazolnál az NB1-be kezdőnek? Nem, igen, vagy talán a válasz erre? Ez egy jó kérdés. Ezen még nem gondolkoztam. Hát szerintem igen. Hogyha folyamatosan játék lehetőséget kapnék a nagyok között, akkor még mindig csak 17 éves vagyok, és hogyha mondjuk
két-három évet játszok az NB1-be, és van pár jó szezon mögöttem, akkor még utána ugyanúgy ki tudok igazolni külföldre. Fiatal leszek még akkor is, két-három év múlva. Szerintem az egy nagyon jó lehetőség lenne nekem, egy NB1-et ilyen fiatalon játszani. Na jó, az a lényeg, hogyha azt gondoljuk, hogy milyen pályafutást képzelsz el magadnak, akkor valami olyasféle, mint a kedvenc Gianluigi Buffoné, az megfelelne, igaz? Persze, persze, persze. Jó, hát akkor még 20-valány év múlva is beszélgetünk majd. Minden esetre a következő előtted álló feladatokhoz, meg a szezonhoz sok sikert, Gergő. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok!